Somogyat a Dark Webről. Jaj, ne, Two-Side. Az Iron Channel barátja, Iron Channel pasia, és ő még videózik. Szóval nézzük meg. Aztok, és ez az utolsó. Ezt nem tudom, megemutassam. Onnan még megemutassam. Lehet, nem láttátok, de lehet jobb. Ki mondja azt, hogy megemutassam? Oké, itt vagyok. Körülbelül egy hét kiadással ennek részben ez a videó az oka, részben pedig... Na mindegy. Rá volt írva ceruzával egy Dark Web dobozra. Húha! Ez komolynak tűnik. Az Amazon egy csodálatos hely. Léteznek rajta pakkok, édes, aranyos csomagoktól, a legsötétebb, para, akár Dark Web-es csomagokig. Dark Web-es csomag az nem Amazonról jön ám. Ijesztő tárgyak, cuccok vannak benne, mint például abban, amit... Mert az Amazon nem a Dark Web-en van. Akár emberi hajtól, vagyis hát reméljük, hogy az, lehetnek benne még fájlok is. Mi más lehet az, hogyha nem haj? Démon haj? Amiket amúgy majd megnézünk 10.000 like-nál. 10.000 like-nál megnézni, mi van a pendrive-on, amit a Dark Web-es csomagba talált. Lehet nézsenek egy ilyen videót. Rendelek az igazi Dark Webről. Csinálok egy olyan videót, hogy a csomag jött az igazi Dark Webről. Fanszűr is lehet, igen. Kreatív vagyok, igen. 25 óráig egy Dark Web-es dobozban voltam. Na, az is nagyon jó amúgy. Ő írja rá. Dark Web. Ezt ő írta rá. Ez a csomag tartalmaz elmi... Miért úgy ír, mint egy 5 éves? Ugyanúgy viselkedik, mint az Iron Channel, és nagyon-nagyon idegesítő ez a gyerek. Azt nem mondom, garantálom, hogy szépen lesz kibontva amúgy. Mint ami tech videóban egyébként úgy érzem magam zsenien. Tech videó. Jó. Azt. Szóval... Van még valaki vele a szobába? Barátnője talán? Hogy bírja a szegény lány, hogy ilyeneket csinál ez a srác? Összerak egy ilyen dobozt és azt mondja, hogy Dark Webről jött és belevágja a barátnője haját, meg ilyenek. Az anyukája? Elvarázsolta a macskát a tévé. Honnan tudjátok? Ja, meg az a másik kérdés, hogy a lány, mert elmúltam el 18 éves. A kapcsolatok révén. Ez vajon micsoda? Nem ezt szokták, vagy ezzel szokták a tésztát megkeverni, vagy a tojást, tudjátok? Sírhaber. Tudjátok valami... Vagy várjál, ez az nem a fejvakaró izé. Tudtam, hogy azt fogja mondani. Kényeztető, azt a... De vajon miért van így széthajlítgatva? Biztos használt. És az a vicces, nem tudom mennyire jön át, lehet sem mennyire, hogy itt az egyik oldalán retkes. Az is biztos, hogy ezzel nem átlagos fogmosás volt, vagy nem fogat mostak. Fú, vajon mit mosattak ezzel a fog... Segget, vagy pinát. Aztok. Megszagolt a pinás fogkefé. És hát nagyon annak tűnik. Ez... Én kicsi póni most toltartó. Kicsi kisugának az iskolai cuccait rendelte meg a Dark Webről. Milyen aranyos. Nagyon valószínűleg egy gyerek toltartó. Ha lenne hugom vagy bármi, lehet oda is adnám neki, de nincs. Odaadná hugának a Dark Webről rendelt toltartót. De még mennyi? Ragasztó van benne, de szerintem ezek már ilyen lényegtelen elemek. Na most akkor szeretem össze... Lényegtelen elem. Egy ilyen videóban van lényegtelen elem? Tehát most, hogyha kajak a Dark Webről rendelné valamit, akkor nyilván nem lényegtelen semmi, ami benne van. Az a lényeg, hogy honnan jött. Az egész videónak az lenne a lényege, hogy mindent megmutass benne. Elsőleg nem is mutatom. Ebben mi lehet? Emberi fogak vannak benne? Vagy TikTok? Nem tudjuk meg. Nem fogja megmutatni. Az a baj, hogy annyira nem látjátok. De nagyjából mégis. Tehát jobb, hogy nem is tudjuk, mi van benne. C-vitamin. Amondó vagyok. Az a másik kérdés, hogy felemeljem ezt bontani. Ebben hajszálak vannak. Ebben anyukám pinaszőre van, srácok. Kisorsolom 1000 like-nál. Nyomjátok. És biztos, hogy nem fogom kinyitni. Ezt így most elmondom, hogy szerintem... Nem fogja kinyitni. Szagold már meg. Punci vagy, ha nem eszed meg. De basszus, gondoljatok bele, hogy ez igazi, akkor mi történhetett? Ó. Mi? Levágták a haját valakinek. Pendrive. Most jön a pendrive. Úristen. Kijött egy pendrive. Egy pendrive, srácok. Ó. Lehet érdemes lenne megnézni, hogy mi van ezen. Akár megnézhetjük. És most fog vágni egy ilyen fejet, hogy úristen, mi volt a pendrive-on, és 10.000 like után jön a következő rész. Figyeljetek. Ha szeretnétek tudni, 10.000 like-nál folytatjuk a videót. Lehet, hogy akkor már egy másik csomaggal, és meg is mutatom, hogy mi volt rajta. De ezt inkább a mai videóban hanyagolnám szerintem. Nem kell gondolni nagyon durva dolgokra. Durva szót kicenzúrázta. Nem kell gondolni nagyon durva dolgokra, és kicenzúrázta a durva szót. Közben van ahhoz, ahogy eljutott meg. Mindegy, nem szeretnék spoiler. Ezen vannak az Iron Channel-nek a képei? Meg kéne nézetni lehet. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Találkozunk legközelebb, iratkozz fel, nyomj be a csengőt!
és nézd meg ezeket. Ekkora no effort fost, hát igen. És még 10 másodpercig fekete kép van itt, in outro helyett, vagy bármi. Full igénytelen. Csak azért, hogy meglegyen a 8 perc. Közösségeket, Discord szervereket, ezeket 10 éves kisgyerekek vezették, 10 éves adminok. Semmi felelősségtudat, fingjuk nincs, hogy hogy kell egy ilyennel bánni, vagy mi az, amit lehet még, mi az, amit nem. És akkor ilyenek mennek, hogy személyi igazolványok elkérése az igazoláshoz, meg mit tudom én, tehát szürreális. Ezeket én mondtam a rendőrségen, és konkrétan nem érdekelt őket. Konkrétan, amikor megmondtam, hogy gyerekpornó volt az egyik jegyzettömbjével, amit mutogatott Discordon, kimásoltam a linket, megnéztem itthon, láttam, hogy mik vannak azon a linken, jelentettem, de a rendőrségen megmondták, hogy nem. Ez így nem illegális, csak akkor, hogyha letölti. Tehát a gépén kell megtalálni gyerekpornót, nem elég a jegyzeteibe. Ezzel fogja megúszni amúgy valószínűleg, hogy amikor elkövette, akkor még csak 17 volt, és nem 18. Ezzel lehet, hogy meg tudja úszni. Ez kiszott szomorú. De hát azért remélem, hogy az élete el lett baszva. Tehát, hogyha én nekem így kín lenne a pofám az interneten, hogy ezt csináltam, én félnék az utcán. Most amúgy növesztett szakállat amúgy. Kaptam egy képet róla, mondták, hogy spotolták valahol. Figyelj. Na! És nem sértettem meg a személyiségi jogait, mert AI-jal csináltuk. Így néz ki szerintem, én így emlékszem rá. Mindhárom fiatal számítógépén több, szintén 18 év alatti kislányról készült pornográf felvételt is találtak. Kiha! Hoppá! Azért az komoly. Pornográf felvétel. Azért az mondjuk komoly. Mind a háromnak a számítógépén találtak több ilyet is. Amúgy ez nagyon érdekes, mert ezek a srácok, akik ugye mondták, hogy leleplezik az áron, csinálat meg minden. Ezekkel én beszéltem, és nekem nagyon úgy tűnt, hogy ők ez ellen voltak, de hogyha az ő gépükön is találtak ilyeneket, akkor azt viszont nem értem, hogy nem gondolták, hogy ez ki fog derülni, vagy nem tudom. Mert én beszéltem ezekkel, és egyik sem tűnt olyannak, aki mondjuk, nem tudom, ilyet csinálna, vagy hogy benne lett volna. A videón kicsit fura volt amúgy, hogy nem ellenkeznek, de nem tudom. Volt ott veszekedés is köztük meg ilyenek, szóval nem vágom. Szóval srácok, lányok, erre vártunk egy évet. Ezt vizsgálták ilyen sokáig. Találtak egy csomó mindent, meg mit tudom én, és nem lesz semmi. Kihoznak belőle egy ilyen nagy semmi vádat, amit lehet, hogy a bíróság még el is fog ejteni, mert hogy mit tudom én, jelnye, fiatalkorúak voltatok, szeleburdik. Akkor olyan mondom, a legrosszabb, ami ebből származott Iron Channelnek, az az, hogy ugye elvesztette így ezt a szociális megjelenését és ezeket a lehetőségeket az életéből. Hogyha nem lenne youtuber, akkor még ennyit se kapott volna. Nem egy kielégítő dolog, de sajnos egy ilyen országban élünk. Skacok, én lelövöm a streamet. Ennyi. Császtok. Bye bye. Nyomjátok. Aztán majd találkozunk. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerület.